Leszavazta a kormánypárti többség az ingyenes szabadstrandokról szóló javaslatot. Az MSZP szerint a Fidesz az oligarcháinak játssza át a tópart melletti területeket. Molnár Zsolt pártigazgató úgy látja, a Fidesz-KDNP nem csak a természeti javaknak, de a magyar családoknak is harat üzent, mivel a díjmentes strandolás nagyon sok családnak az egyetlen lehetőség, hogy eljusson a természetes tavak melletti strandokra. A vonalban tehát a Szocialista Párt pártigazgatója, jó reggelt kívánok! Igen, kívánok a hallgatóknak és önnek is. Ugye mögött, a logika mögött azt kell találnunk, keresnünk, hogy hogyan lehet beépíteni, átépíteni a tóparti övezeteket, és hogyan lehet abból olyan üzletet teremteni, ami bármilyen 22-es eredmény esetén megmarad azoknak, akik kiválasztottak? Szerkesztő tökéletesen fogalmazta. Mondhatnám, hogy akkor köszönöm a beszélgetést, de nem. Igen. Itt valamennyi tóról beszélhetünk, képviselő úr? Valamennyi tóról, vagy a nagyok közül? Vagy vannak kivételezettek, ugye a Fertőtóról mostanában sokat hallunk, a Velencei tóról, igen, a Balatonról meg állandóan. Tulajdonképpen valamennyi természetes tópartján elindultak ezek a folyamatok. A Balatonnál és a Velencei tónál és a Fertőtónál nagyon durván, de a Tatai Öreg tó is belekerült ebbe a halmazba. Az látható, hogy ami mozdítható, azt mozdítja a mostani kormánypárti többség, de ugye amikor a természetes vizeinkről, élőlényeinkről, élőhelyeinkről van szó, akkor különösen érzékeny ez a kérdés, hiszen itt nem lehet pusztán beruházási, üzleti szempontból nézni ezeket a kérdéseket. Nyilván van ennek egy olyan része is, hogyha a magyar családokat kirekesztik és fizetővé teszik mondjuk a strandokra való bejutást, akkor az önmagában felháborító. De hogyha a természeti értékeink védelméről beszélünk, akkor meg különösen, ugye itt nádirtásról beszélünk, beépítésről beszélünk, olyan területek, amelyek ökológiai, az anyagi nemzetünk számára mindenképpen élvezzenek. Ennek ellenére egy ilyen gátlástalan befektetői szempont alapján zajlanak az események, és akkor persze erre még egy adalék, hogy nyilván a kormány közeli vállalkozók éreznek prioritást, de azt gondolom, hogy ezzel már nem is csodálkozunk. Volt egy határozati javaslatuk, ami megvédte volna a tóparti területeket. Valamitől nem jutott ez a tisztelt ház elé, mert már a bizottságban, a természetvédelmi örökséggel egyébként hivatalból foglalkozó bizottságban elkaszálták. Igen, hát ugye ez a logikai rendje a mai kormányzásnak, hogy nem is engedik, hogy a parlament elé kerüljön, hanem a bizottságban már az úgynevezett tárgyalózatba vételi eljárás során meg szokott akadni. Ez az ügy, ez nem kivételes eljárás, ez szinte mindig így történik, ott formális szavazással ne akadályozzák, hogy a nyilvánosság előtt értelmi vita legyen mondjuk a parlament előtt, és egyszerűen érdemben se lehet szavazni róla a parlamentben, plenáris ülésen. Ez általános, tehát ezzel meg sem lepődünk. Nyilván a határozati javaslatot, törvényjavaslatunkat is leszavazták a bizottságon. Ettől függetlenül ezt nem adtuk fel, ezt a küzdelmet. Talán úgy is mondhatnánk, hogy minden időt egyik kampányára készülünk ezen a nyáron ebben a kérdésben, a strandok védelmében, az élőlényeink, élőhelyeink, természetes üzeink védelmében. Magyar Szocialista Párt egy nagyszabású kampányt fog elindítani. A polgári engedetlenség, mintha felütötte volna a fejét a Tatai tónál, meg a Velencei tónál is, erre próbálnak appellálni önök is? Természetesen, hiszen itt nem politikai célokról beszélünk elsősorban. Természetesen van egy másodlagos része is ennek az ügynek, hogy rámutassunk arra, hogy ez a kormányzásnak véget kell érnie 2022-ben. De mellett a helyi lakossággal, civil szervezeteket, például Agárd-Gárdon térségében, hogy a Balaton partján is szinte kivétel nélkül tucat számra vannak olyan civil kezdeményezések, amelyek támogatják ezeket a törekvéseket már, mint a ellenzék részéről, hogy óvjuk meg, védjük meg ezeket a közös értékeinket. Tehát lehet azt mondani, hogy egy általános mozgalom, egy népmozgalom tud indulni ebben a kérdésben. Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója volt a vonalban. Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok önnek, viszont hallásra. Köszönöm önöknek is, viszont hallásra.